Szabad egy személyes példát mondanom? Az egész sorsomat jellemzi ez. Én nem akartam pszichológus lenni. Az én eredeti törekvésem, kamaszkoromban, nagyon szerettem a latint, magyar latin tanára akartam lenni. Nem vettek fel egyetemre. Életemnek egy nehéz korszaka, amikor majdhogy nem Isten tagadóvá váltam. Haragudtam, hogy miért kitűnő tanuló vagyok. Nem vesznek fel, mert származásom szerint én egy pap gyereke vagyok, és egy a költő, megbélyegzett költő, egy osztályellenségnek az unokáját. Körül ez a családi eh, súly, amelyik miatt én nem juthattam tovább, és mondtam, nem lehet, hogy van egy teremtő Isten, aki ilyen könyörtelen, hogy nem hagyja, hogy az ember a talentuma. Miért kaptam akkor talentumot? Azért, hogy ezt csináljam. Na, én más hívást kaptam. Gyógytornász lettem, szenvedő emberekkel dolgoztam. Csonkoló tüdőműtétek utáni rehabilitációban, előtte fölkészítés, utána rehabilitáció. És hát képzeljék el, Csodálatos, mert rájöttem arra, hogy én csak akkor tudok az embereken segíteni, ha nem a testrészsel, a tüdővel foglalkozom, hanem az egész élettel, hogy lélegzel ebben az életben, merre tartasz, mi az életed álma, mi a törekvés, mit gondolsz, miért élsz, mire vagy hívva erre a földre. És ahogyan egy kicsit rátaláltunk arra, kiért élsz, miért élsz, már nyomon is voltunk. És ezért azt mondtam, nekem pszichológiát kell tanulni. És 1963-ban indult Magyarországon az alkalmazott pszichológus képzés. Éppen abban az évben, amikor föloldották ezt a származás szerinti kirekesztést a hetedik pár kongresszuson. Kádár kimondta, aki nincs ellenünk, velünk van, származás szerinti megkülönböztetésre nem kell figyelembe venni. Abban az évben elért hozzám a kegyelem. Felvettek innen kezdve azt, hogy nekem olyan tanítómesterem lett, aki egy 56-os forradalomban meghúzolt Ember, egy kiváló pszichológus, aki Európa hírű, aki ennek a laboratóriumába kerültem tanulni, ő volt az én magánegyetemem. És hogy onnan kezdve az én utam, azt mondhatom töretlen, mert a helyemre kerültem. És megértettem azt, hogy figyelni kell a hívásra, az elhívásra. Én biztos, hogy ide lettem hívva. Ezért én egy véleményt mondok el. És ez a vélemény az, hogy az én tapasztalataim szerint, ha eléggé figyelünk, akkor az életút furcsa, sokszor zökkenőnek ható pillanatai éppen az irányba terelnek, egy láthatatlan kéz, egy láthatatlan erő, amelyik elvisz olyan irányba, ahol nekünk a szolgálati területünk van. És én még egyet tanultam meg az életemben, hogy ha, ha valaki saját magát fényesíti, az semmire se viszi. Hogyha valaki beleszeret abba, amit csinál, szeretettel csinálja, odaadja magát és szolgál. Igen, valami ilyesmi, ez az igazi.